Legutóbbi egyiptomi, édes gyökeres, páleszos videómra, zárójelben jegyzem most meg, hogy a felvétel alatt nem ittam, mert munka és vezetés közben nem szokásom. Nos, miután kitettem a videót, lassan előcsúsztak, másztak a feminácik. Azaz érkezett jó pár feminista beszólás privátban, hogy mély kár, hogy nem nagyapaként csüngenek rajtam gyermekfürtök. És így tovább. Nos, erre most gyorsan csak annyit, hogy így 51 éves fejjel is örülnék, ha lehetne gyermekem, akár több is, csak ahhoz a saját és bizony sok más férfitársam tapasztalatai szerint is a felhozata igencsak gyenge. Pedig még mindig rendszeresen járom kameráimmal a világot. És igen, kedves feminácik, kettőn áll a vásár. És a magamfajta, aki ráadásul igencsak jó génekkel rendelkezik, nehéz dolga van, mert a nő, nagy ővel, az már ritka, mint a fehér holló. Úgyhogy a beszólások után én gond nélkül visszaszólok, hogy először tanuljatok meg viselkedni, helyesen érni, esetleg a női minőségekkel tisztában lenni, aztán lehet beszólni. Addig pedig egymást nácizáltok, például Lesbos szigetén, Szaffó körteményeit tartalmazó pergamentekkel inspirálva egymást. És a maradék okoskodóknak, akik szintén a legutóbbi egyiptomi páleszos videóm alapján kezdték el, ugyancsak privátban az átnevelésem, ugyanazok a mintázatok alapján, mint felmenőik, akik Kistarcsa, Recsk és a többi nagymúltú intézményeket alapították és vezették. Nos, azoknak csak annyit, most gyorsan, hogy filmesként bizony azért is dolgozok az elcsatolt területeken, hogy a mai fiatalok a sarkukra álljanak végre, és rájöjjenek, hogy ősmagyarkodással, Csaba királyfizással, mint a szüleik, semmire se fognak menni, hanem ha megtanulják a modern technikát használni, esetleg garázs stúdiókból egy organikusan terjedő magyar vlogger közösséget felépíteni segítségemmel, így nem kell majd Londonba, Madridba menniük mosogatni, hanem kreatív edukációval, mert csak ezzel tudnak kitörni, kitűnni a betelepítettek közül, egy klassz kis vállalkozást beindítani szülőföldjükön, nem pedig, mint ahogy már sok diszkó székely a saját földjét adja el mostanában, mohóságában, bizonyítékként, lásd egy Csíkszent a másik kisfilmemet, ahol néhány bátor székely kipakolt, hogy ilyenek is lettek, mivé lettek, mivé züllettek lelkileg sokan az RMDSZ-es partik alatt. Nos, kedves új gulágos átnevelő tisztjeim, most ezek a fiatalok a garázs stúdióból elindulva fognak győzni, mint a jó kis homeopátiás cseppek, melyek kevesen, de pont emiatt meg fogják változtatni beteg honfitársaikat pozitív irányba. Engem ezek a fiatalok érdekelnek, mert ha nekem sikerült, hogy mindenféle hátszél nélkül a saját erőmből 20 év alatt alkotásaimmal milliókat inspiráltam filmeimmel, mint egy bot csinált a kis videós, akkor az aktuális határokon túli srácoknak, lányoknak is menni fog. A femináciknak és a jobb, bal, neogulágépítőknek pedig köszönet az energiabombákért. Hiszen most is megmutatkozik, hogy egyetlen lehetőségünk maradt. Nekünk kell a legjobbaknak lennünk. Profiknak, lazáknak és jó szívűeknek. Így menni fog. Fogja, frigyes voltam. Egy szabad film. Montikám, szép időnk van, nem de bár? Szép.
Különösen, hogy bennünk van az XY.